Elsődlegesen a játékosok egyéni fejlődését tűztük ki célként. Ennek kapcsán a tehetségeink házon belüli menedzselését, ami azt jelenti, hogy feljebb korosztályban edzés, illetve ha lehetséges, akkor ott mérkőzések játszása. Harmadsorban csapatszinten a kvalifikációs bajnokságban, tehát a Budapest egy felnőtt bajnokságban, az U17-es MB2-es bajnokságban és a több csoportos MB2-es U14-es bajnokságban szerettünk volna bajnoki címet nyerni, illetve azért a címért versenybe lenni. Hogyan értékelni az utánpótlás csapataink idei teljesítményét? Javuló. Tudni kell, hogy 2015. június óta működünk. Egyre jobbak az eredményeink. A felsőbb szinten, tehát az U19 megerősített csapatával, amelyik felnőtt bajnokságban indult, ott egészen jó eredményeket értünk el. A célkitűzést, a felkerülést az MB3-ban nem sikerült megvalósítani. Ennek oka az, hogy az őszi idényben volt 7-es darab döntetlenünk a 8 győzelem mellett, és a tavaszi 13 győzelem, egy döntetlen, egy vereség már nem volt elég ahhoz, hogy megnyerjük a bajnokságot. Itt nagyszerűen fejlődtek a játékosaink, remekül megoldja ez a korosztály Mundi Viktor és Kovács Ervin vezetésével a játékosaink ifikorból felnőtt korba való átsegítését, illetve ezt az akadályt. Nagyon jó tavaszunk volt, sokat fejlődött a csapat, míg ősszel rúgtunk 42 gólt, addig tavasszal 66-ot. Egész éves teljesítményt figyelembe véve pedig a tavalyi, akkor indultunk először ebben a bajnokságban, a tavalyi 61 ponttal szemben idén 71 pontot szereztünk. Az U18-as csapatunk maradéktalanul kiszolgálta ezt a korosztályt, összesen 18 játékosunk játszott ifikorú a tavaszi idényben a LASZ csapatban. Az U17-es csapattal szerettünk volna az első kettő hely valamelyikén végezni, ez felkerülési lehetőség lett volna három korosztályunknak is az NB1-be. Őszi idény végéig versenyben voltunk, utána volt egy kis megtorpanás, elsősorban a létszám problémák miatt, viszont nagyszerűen fejezte be az idényt ez a csapat. Utolsó hét mérkőzéséből 6-ot megnyert és egy döntetlenje volt. Az ötödik helyezés végül is reális. Az U16-ban sikerült 4 játékost is folyamatosan a fiatalabb csapatból játszatni. A végeredmény az a középmezőny, egy erős középmezőny vége volt, ez elfogadható. Az U15-ös bajnokság egy több csoportos MB2 egyik csoportja, amelyet a fiúk megnyertek. Mondhatom azt is, hogy nagy fölénnyel volt 24 győzelmük, 3 döntetlenük és 3 vereségük. Az U14-es csapatunk is remekül hajrázott. Gyakorlatilag az őszi 7. helyről feljöttek a 3-ra. Nagyon magabiztos, látványos, felépített játékot játszottak ők is. Az U13-as, U12-es csapatunk szerepelt a Budapest U14-es bajnokságban is. Mind a két csapatunk 4. lett, ami így, hogy jóval idősebbek között játszottak, nagyszerűnek tekinthető. Az U11, 10, 9, 8 és 7-es csapatunk folyamatosan fejlődik. Itt még tartunk ott abban a dologban, hogy létszámban is szeretnénk előrelépni, és természetesen minőségben is, kiválasztással, illetve átigazolásokkal. A lány bajnokságoknál a lány 19 lecsúszott a dobogóról, a 16 és 14, miután először indultunk ezekkel a csapatokkal, folyamatosan egyre jobban összeállt, most már létszámban gondunk nincs, szép eredményeket is értünk el már a vége felé, de természetesen nem vagyunk a dobogós helyezésekért versenyben. A női MB2-es csapatunk második lett a bajnokságában. Én azt gondolom, hogy ez reális, idén nem volt esélyünk visszakerülni az NB1-be. Összességében megvan elégedve az idei bajnoki évvel? Igen, javulnak az eredményeink, egyre jobban látszik az elvégzett munkánk, és a jövőképet is erősíti az, amit csinálunk. Hozzá kell tenni azt is, hogy sokat teszünk ezért a csapatedzéseken kívül, rengeteget foglalkozunk a srácokkal, minden nap minden edzőnek van egyéni képzése is.
odafigyelünk a tehetségekre, fejlődésüket próbáljuk biztosítani tervezetten, szervezetten. Miben nyújt többet az Újpest FC utánpótlás akadémiája a többinél? Tulajdonosnak köszönhetően nincsenek költségek, tehát a játékosoknál nem merül fel se szerelés, se utazás, se tagdíj. Ugyanakkor a szakmai munkában nagyon jónak tartom az edzői gárdánkat, minőségi munkát végzünk, és a képzésünk is versenyezhet bármelyik akadémiával.